A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Énekeljük fennálló énekünket, a 8. Zsoltár első versét. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Énekeljük nagy énekünket, a 432. dicséretet. A 432. dicséret első verse így kezdődik. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?
Hallgassuk meg Istennek igéjét, ugye ugyanazt írva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezetben, az 1. 15 versben. Jézus ezután elment a galilai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mindegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Istennek áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, megtartásán, szívünkbe fogadásán. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban! Urunk, téged akarunk áldani és magasztalni a te teremtői, atyai szeretetedért. Áldunk, Urunk, téged azért, mert hűséges és kegyelmes Isten vagy, aki meglátod azokat, akik téged keresnek, aki meghallod a hozzád fordulók imáját. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel mehetünk ma is hozzád, és áldhatjuk a te szent nevedet, Urunk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is tanítottál, vezettél bennünket. Szeretnénk áldani, Urunk, a kapott ajándékokért, amelyen meggazdagítottad a mi életünket, és attól, hogy hittel és reménységgel nézzünk előre, hiszen ott, ahol te jelen vagy, ott nincs szükség. Könyörgünk, Urunk, áld meg a mai Isten tiszteletünket, attól, hogy a mi életünk vágyakozzon az élő ige után. Hadd legyen teljessé, Urunk, a mi életünk azáltal, hogy te beleszólsz, és szent lelkeddel megtisztítod azt. Lásd meg, Urunk, minden hibánkat, hiányosságunkat, bűneinket, és ezekből mosd meg bennünket. Hirdesd nekünk, Urunk, ma a te bizonyságodat, hadd legyen látható, Urunk, a te akaratod. Kérünk, add, Urunk, hogy áldjunk és magasztaljunk téged ma egy szívvel, egy lélekkel a gyülekezet közösségében, a hívek egységében. Szólíts meg, kérünk bennünket, hirdesd nekünk a te bizonyságodat, igédet, szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 431-es dicséretünk első versét. A 431-es dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkünk hozzád kívánkozik. Thank you.
Istennek igéjét a felolvasott igeszakaszból, János evangéliumából hallgassuk meg a 6. fejezet 9. versének a 2. felét, mert így hangzik: de mi ez ennyi embernek? Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, kedves televízión nézők, interneten figyelők, hogy egészen kinyílt a világ, hiszen kiderül, hogy egyáltalán nincsenek olyan távolságok, amit ne lehetne áthidalni, legyőzni. És az Isten legyőzte a távolságot, sokkal nagyobb távolságot, akkor, amikor Krisztusban eljött, hiszen az ég, a menny és a föld távolságát kellett neki áthidalni, és semmilyen más módon nem volt lehetséges, csak így, hogy eljöjjön az egyszülött fiú, és megtaláljon bennünket, testé legyen az ige. Ez a mai ige szakaszunk, testvéreim, a jól ismert történet, az 5000 ember megvendégelése, ami mindegyik evangélium számára fontos, hiszen mindegyik megemlékezik róla, és amelyben ez az egy mondat ragadt meg engem, amit most hallottunk, ez a kérdés, hogy de mi ez ennyi embernek? Testvéreim, sokszor elolvassuk az igét, sokszor halljuk az Isten igéjét, és az ember úgy gondolja, hogy mindent tud, mindent ismer, és aztán rá kell jönni, az Isten mindig valamilyen üzenetet készít ezeken keresztül. Ebben a mondatban, amit elmond itt aztán András, láthatóvá válik, hogy bizony nagyon gyenge az ember hite, még a tanítványai is, hiszen nem látják azokat a dolgokat, amiket látni kellene. Amikor az örökkévaló Isten készít egy ajándékot, amikor elkészíti az ő áldását, akkor az ember nem látja, nem értékeli. Ez a történet, testvéreim, arról szól, hogy mennyi érték van körülöttünk. Körbevesznek bennünket az értékek. Persze az ember keresi is ezeket az értékeket, hiszen úgy érzi, hogy ha üres az élete, akkor értéktelen. És hogyan keressük az értékeket? Hát úgy keressük, hogy ezek az értékek, ezek maradandóak legyenek. Bizonyára mindannyiunk számára van régi családi fénykép, esetleg családi album otthon, amiben ott vannak a régi világnak az emlékei, az ismerős arcok, és a modern világ azt mondja, ez már nem annyira értékes, hiszen ma már a mobiltelefonban is lehet fényképeket tartani, magunkkal vinni. Talán megvan még a régi vitrín, benne azok a dolgok, amit még fontosnak tartottak a szülők, meg a nagyszülők, de talán a legtöbbje már csak kacat, ami foglalja a helyet. És így van felépítve, testvéreim, ez a világ, hogy bizonyos szavatosságidő jár mindenhez, addig, amíg garancia van rá, és ha elmúlik az 1-2 év, akkor lejár az ideje annak az eszköznek. Addig, amíg értékes, addig van rá garancia. És aztán, amikor értéktelenné válik, feleslegessé, hiába valóvá, akkor már nincs rá szükségünk. Mi az, aminek értéke van ma? Olyan sokan mondják, hát a pénznek annak van értéke. De hány inflációt átéltünk, hányszor kellett látni, hogy lecserélik, leváltják, visszavonják ezeket a papírokat, és még inkább érzi az ember, hogy értéktelenné válik ez is. És egyre keressük azt, ami értékes, ami értékessé teszi a mi életünket, ami értékessé teszi a mi környezetünket is. Az igaz gyöngy kereskedő példájában Jézus arról beszél, hogy van egy kereskedő, akinek mérlegelni kell a dolgokat, hogy mi az, ami értékes. És amikor egymás mellé teszi a kettőt, egyik oldalt oda teszi
azokat a gyöngyöket, amiket egész életében megvásárolt, összegyűjtött. És a másik oldalt ott van az az egy, amit utoljára talált, és döntenie kell, hogy vajon melyik ér többet. Az, amivel egész életébe foglalkozott, vagy az az egy, amit most talált meg. Ahhoz, hogy azt az egyet megvegye, az az összes többit el kell adnia, mert annyiba kerül. Ez egy nehéz döntés. És aztán úgy dönt, hogy mivel az élete értéktelenné válik, ha nincs meg benne ez az egy igazi, ezért az összes korábbi összegyűjtött gyűjteményét eladja, és megveszi azt az egyet. Jézus azt mondja, ilyen az Isten országa. Amit az ember korábban úgy gondolta, hogy érték az ő számára, azt örömmel odaadja, akkor, amikor meglátja, hogy milyen értékes az, amit az Isten országa jelent a számára. Mikor összehasonlítjuk ezt az országot az Isten országával, vagy egy másik országot, akkor könnyű lenne dönteni, hogy többet ér nekünk az Isten országa, drágább az Isten országa. Keressük az örök értékeket, azokat, amelyek nem múlnak el. És az ember csalódik a tárgyaiban, csalódik a pénzében, akkor keresi az eszmei értékeket. Mert hát mégiscsak vannak ilyen örök dolgok, mint szeretet, hálaadás, békesség, egészség. De hát elmúlik a szeretet is, azt mondják, tapasztalja az ember, az is elmúlhat, és elfogyhat a türelem is, és kitelhet a becsület is. És akkor már nem is annyira örök ez a sok eszmei érték. És a végére az ember eljut oda, hogy minden mulandó. Üres marad az ember, üres marad az ő élete. És ez a mai történetünk, testvéreim, arról szól, hogy ez az 5000 ember, 5000 férfi csak, ezek mind-mind oda mennek Jézushoz valami értékesért. Ugye mennek ott többen is, akiket meg sem lehet számolni, de ők keresik azt, hogy valami olyan érték legyen az életükbe, amit addig nem találtak meg. És megtalálják, mert ilyen sok ember, ilyen hosszú ideig ott van és figyel Jézus Krisztusra. Nem tudjuk, hogy mit tanít az Úr. Nem tudjuk, hogy mi az, ami megfogja az emberi szívet. De azt tudjuk, hogy ott akarnak lenni, és Jézust akarják hallgatni. Mindenki azért megy, mert Jézus másképpen tanít. Nem úgy, mint a farizeusok, hogy mondják az evangéliumok, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És ott jó lenni. És addig, amíg üresnek érzi az ember magát, addig mindig keresi azt a helyet, ahol maradandó értékekkel töltődhet fel. És persze, hogy az idő is gyorsabban múlik. Észre se veszi az ember, már is este van. Hányan tapasztalják ezt meg, amikor olyan helyen vagyunk, ahol szeretünk lenni. Hogy elment az idő, és nem is vettük észre. Olyan jó ez a közösség, olyan jó, hogy beszámol a Szentírás erről is. Az első nagy gyülekezet, amely körülveszi Jézust. És aztán, ahogy múlik az idő, telnek az órák, mindenki úgy érzi, hogy itt kellene maradni. Amikor Jézus felviszi a tanítványait a megdicsőülés hegyére, Péter az, aki kimondja, Uram, jó nekünk itt lenni, maradjunk itt. Nem akarunk mi kimenni a világba. Nem akarunk mi semmi mással foglalkozni, csak azzal, ami betölti a mi életünket, hogy ne legyen értéktelen és ne legyen üres. Itt ebben a történetben a tanítványok egy kicsit földhöz ragadtabbak, mert arról olvasunk rögtön, hogy azt mondják, Jézus küld haza őket, menjenek
engedd el őket, bocsásd el őket, gondoskodjanak magukról, vegyenek maguknak ételt, ne maradjanak itt, mert már sötétedik, késő van. Ugye a legjobb megoldás mindig az, hogy mindenki menjen és gondoskodjon magáról. Mert kisebb a felelősség is. Oldja meg mindenki a saját problémáját. Keresse a megoldást. Az ember nem tud a másikon mindig segíteni. Tudunk-e valamit adni nekik? Ki az, aki ennyi embert jól tud tartani? Az emberi logika, testvéreim, mindig ezt mondja. Kevés az, amit az egyházad. Kevés az, amit az Isten adhat. Valami többre van szükség. A családlátogatások során sokszor éreztem ezt egy-egy beszélgetésben, hogy a probléma az túl nagy, és az Isten ereje az túl kicsi. És amikor az ember a problémáira figyel, akkor kevésnek látja az Isten erejét. Ebben a történetben két tanítvány szólal itt meg, hogy az első tanítvány azt mondja, Fülöp, honnan is tudnánk kenyeret venni ezeknek? A látható világ nem tud táplálékot adni. Nem tudunk mi sem. A második, aki megszólal, András, van itt ugyan 5 kenyér és 2 hal ennél a fiúnál, de mi ez ennyi embernek? Érezzük, hogy túlsúlyban vannak a történetben azok, akik azt mondják, minden kevés, minden próbálkozás, minden igyekezet, mert nem lehet segíteni ezeken az embereken. Akkor, hogyha mennek, vesznek, keresnek, megtermelik, akkor igen, van megoldás. De hogy bármi más segíthetne, azt kétségbe vonják, még a tanítványok is. Nem megdöbbentő, amikor látjuk a minden emberi igyekezetnek a végét, az emberi próbálkozást, sőt, az emberi tanítványi hitetlenséget is, hogy itt már nincs megoldás. A samári asszony története, ahol Jézus ott elbeszélget ezzel az asszonnyal, azt mondja, hogy az, aki ebből a vízből iszik, az újra meg fog szomjazni. Tehát a samári asszony, amiért megy, az ivóvíz, az olyan, hogy az embert nem tölti be örökké, egy ide után meg fog szomjazni. De amit én adok neked, mondja, attól nem fogsz megszomjazni. Nem leszel éhes. És azt mondja erre az az asszony, Uram, add nekem azt a vizet. Hát testvérek, itt változik meg a történet. Mert addig az ember gondolkozik, hogy mit is kellene lelkileg adni, testileg adni, mivel kellene a problémákat megoldani, helyrehozni a kapcsolatokat, megoldani a gazdasági nehézségeket. És aztán azt mondja Jézus, hogy én tudok neked adni olyat. És a samári asszony azt mondja, add Uram nekem azt a vizet. Arra van szükségem. Addig, amíg a problémákat sorolja az ember, addig úgy tesz, mint ez a két tanítvány. Hogy Uram, hát mi ez ennyi embernek? Meg mekkora összeg kellene ahhoz, hogy mindenkinek jusson? Adjatok ti. Próbáljátok meg, mondja az Úr. Aki nem fordul oda hozzá, az mindig megpróbálja maga megoldani ezeket a dolgokat. Valamit adni. Valami keveset. Mert próbálunk mi kedvesek lenni azért egy kicsit egymáshoz, örülni egymásnak, egy kicsit szeretni egymást, valami boldogságot sugározni, de érezzük, hogy ez csupán annyi, mint az 5000 embernek az 5 kenyér és a 2 hal. Valami, amit megtalálunk a gyermekben,
Jézus azt mondja, ilyeneké az Isten országa. Ha nem lesztek ilyenek, ha nem lesztek olyanok, akiknek van, akkor nem mentek be az Isten országába. Akinek semmi az élete, üres, annál a kisgyereknek is több van. Látjuk a példát itt is. Hogy éppen egy gyereknél kell megtalálni azt, ami elég lesz Jézus áldásával az 5000 férfinak. Tanítványok még ezt is lebecsülik. De mi ez? Éreztük már ezt, amikor valami segítséget így lebecsültünk. Amikor valamilyen áldást ennyire kevésnek gondoltunk, hogy mi ez? Mi ez ebbe a világba? Elmondták többen, el kell menni, tiszteletes úr, ebből az országból külföldre, mert mi ez itt, amit itt adnak? És hányan mondják ezt, hogy mi ez? Csak éppen amikor visszajönnek, akkor is ugyanezt mondják. Akkor is hiányzik az a többlet, hiányzik az az áldás. Mert még mindig üresnek látják az életüket. Még mindig kevésnek azt, amit kaptak. A tanítványok hozzászoktak ahhoz, hogyha nagy az igény, nagy legyen a támogatás. Mi is hozzászoktunk ehhez. Azt szeretnénk, hogyha 100%-ba fedezve lenne mindig minden. Mert akkor nyugodtabb az ember. Akkor nem kell törni a fejét, hogy hogyan fizesse ki az ő számláit, hogyan ossza be az ő anyagi bevételét, hogyan próbáljon meg mindenki felé szeretetet, örömet, békességet sugározni. És ha valami van, de az kevés, akkor mit tesz a legtöbb ember? Hát nem osztom szét. Nekem sem elég. Azt a keveset, ha szétosztjuk, akkor senkinek sem lesz elég. De hát, ha megtartjuk, akkor nekünk elég lesz. A másnak nem adunk. Csak az a probléma, hogy akkor nekünk se lesz elég. Mert egy nap elfogy az 5 kenyér és a 2 hal, és mi is ugyanúgy üresek, éhesek leszünk, mint a többiek. Testvéreim, ez a történet itt, ha befejeződne, akkor azt mondanánk, nincs segítség. Mindenki menjen és keressen magának megoldást, próbálja megoldani a problémáját, szüntesse meg az éhséget, a szomjúságot, a nélkülözést, a szegénységet. Hol változik meg a történet? Nagyon érdekes, hogy itt Jánosnál hiányzik ez a mondat, és csak Máté evangéliumában olvasok, a Máté 14-18-ban, hogy Jézus kimondja ezt a 2 szót, hozzátok ide. Többi esetben is odaviszik, valószínű, nincs külön leírva, de amikor Jézus parancsba adja, hogy amíg van, az hozd ide, add át nekem, bízd rám. És testvérek, itt nem csak az 5 kenyérről, meg a 2 halról van szó, hanem minden félelemről, ami betölt bennünket a jövő miatt. Minden kétség, amit ott látunk a mi életünkben. Minden próba és probléma az, ami megterheli a mi életünket, a mi szívünket. Csak hozd ide, bízd rá Jézusra. És a legnehezebb, amit oda lehet vinni, az az embernek az élete. Azt a legnehezebben bízza rá, mert úgy gondolja, hogy én is tudok magamról gondoskodni. De hát addig nem lesz csoda, amíg nem történik meg ez a rábízás, amíg nem adom oda. Mindenki más is éhes marad, és én is. És aztán, amikor odaviszik Jézusnak, akkor Jézus megáldja ezt az 5 kenyeret és a 2 halat. És utána mennek és osszák szét. Amikor mindenki le van ülve, és mindenki várja, hogy valami történik,
Egyszer csak mennek a tanítványok, és szétosztják azt, amit Jézus megáldott. Megtörténik a csoda. Isten egyszülött fia szétosztja önmagát, és jut mindenkinek. És nekem is jut. És még marad is belőle. És milyen nevetséges ezek után az a kérdés, amit feltesznek a tanítványok, hogy mi ez ennyi embernek? Hát éppen elég. Pontosan annyi, amennyi kell, sőt még több is, hiszen marad 12 kosár maradék, amikor nem tűnik már kevésnek az, amit odaadtak Jézusnak. Azt mondja az Úr, hogy a János 14:14-ben, aki ebből iszik, mondja a Samári asszonynak, az nem csak nem fog megszomjazni, hanem rajta keresztül az örök élet buzgó forrása fog kiáradni. Hát ez a csoda, testvérek, amikor valaki hazamegy a családjába, és egyszer csak rajta keresztül árad ki az Isten áldása. A többiek nem részesülnek még benne, mert nincsenek ott. De amikor hazamegy, akkor rajta keresztül kiárad. Úgy, mint a Samári asszonyon keresztül. Amikor hazamegy Sikár városába, rajta keresztül az egész város felé kiárad az élő víznek a forrása, az örök életre buzgó víznek a forrása. És egy valakinek kell, és rajta keresztül jól laknak a többiek is. És aztán majd később János evangéliumában, a János 7:37-ben azt mondja az Úr, feláll az ünnepen, és azt mondja, aki szomjúhozik, az jöjjön én hozzám, és igyék. Felkínálja mindenki számára ezt az áldást, hogy betöltse az ő üres életét, hogy értékessé tegye, és aztán rajta keresztül túláradjon ez mindenki felé. Ez a vége, testvéreim, valójában a történetnek. Ez a vers, amikor Jézus mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy nála van az áldás. És egy kicsit olyan emberi az, ahogyan itt a 6. fejezetben reagálnak másnap a hívek, amikor azt mondják, na, ez az a proféta, akinek el kellett jönni erre a világra. Most már tudjuk, mert nem vagyunk éhesek. És el akarnak menni Jézushoz, és meg akarják őt találni, hogy királlyát tegyék. Sőt, utána mennek másnap is, és keresik, hogy hol van az, aki nekünk kenyeret adott. Mert elfelejtkeznek arról, hogy nem csak a testi táplálék a fontos, hanem az, hogy ne legyen üres az életem, ne legyen üres a szívem. És ezért beszél majd az Úr arról, ami majd itt a 6. fejezet vége felé van, hogy ott, ahol valaki Jézusnak a testét eszi, és a vérét issza, annak van köze Jézushoz. Sőt, egy kicsit még szigorúbb is, mert azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, annak nincs örök élete. Ugye egy pillanatra az ember elgondolkozik rajta. Tényleg ennyire fontos az, hogy ne csak megegyük a kenyeret, hanem hogy lelkileg is kapcsolatunk legyen vele. És hogyan lehet kapcsolatunk, ugye, amikor az úrvacsorai közösség hiányzik belőle? Testvéreim, ez a történet azt mondja, hogy oda lehet Jézushoz menni. Meg lehet őt hallgatni. Több ezer ember is oda mehet, és mindegyiket be tudja vonni abba a közösségbe, amiben jól érzi magát az ember. Hogy ne legyen semmi hiánya. Hogy ne érezze üresnek, feleslegesnek, hiába valónak magát. És ott is lehet maradni. Egészen sokáig. És ma már ugye nincs tér, és nincs idő, ami ebben akadályozna bennünket, hiszen megtalálható, valahol összekulcsoljuk a kezünket, és elcsendesedünk, és az ige megszólít bennünket, ott van ő is velünk. De ennek ellenére mégis, amikor az ember felnéz,
azt látja, hogy ebben a világban azért másképpen mennek a dolgok. És lehet hitetlenkedni is, tanítványként is, és azt mondani, Uram, én nem látom, én nem értem, én nem hiszem. Mi ez ennyi embernek? Ki tud ebbe az országba még megoldást adni? Milyen vezetőt kell választani? Van-e még valaki, aki segíteni tud, aki megoldja ennek a világnak a problémáit, ennek az országnak a problémáit, az én problémáimat? És aztán az Úr azt mondja, hozzátok ide, bízzátok rám, és megtapasztaljátok a csodát. Amit ő megáld, az lesz áldott. És amit ő megátkoz, az lesz átkozott. Figyelmeztet bennünket, Urunk, hogy mennyire fontos rábízni ezeket a dolgokat, hogy ne magunk akarjunk megoldásokat találni, mert amikor megpróbáljuk, mindig kiderül, hogy kevés. Mindig kevés az, amit mi akarunk megoldani, amit mi tudunk adni. De pontosan azért jött, hogy bízzuk rá, és lássuk meg az áldást. Hát kívánom, hogy lássuk meg a mi életünkben is az Isten áldását, és bízzuk rá a mi életünket. Amen. Az ige hirdetésére énekeljük ráfelelő énekünket, a 431-es dicséretünk 7. versét. Mi tehát ez oltalomhoz, mint kőfalhoz egyedül támaszkodunk. Készítve a megoldás, a szabadítás, a bűnbocsánat és az örök élet. És amikor nagyon keserbünk, és nagyon tele vagyunk félelemmel és aggódással, köszönjük, hogy lehetőségünk van oda menni hozzád. És te vagy az, aki nyugalmat adsz a mi szívünknek, aki lecsillapítod a mi háborgó lelkünket, aki megoldást kínálsz azokra a problémákra, amik miatt éjszakákon át nem tudunk aludni, amik felkavarják a mi életünket, a mi békességünket elveszik. Köszönjük, Urunk, hogy mindez letisztul, mindez betöltődik ott a veled való közösségbe, amikor rád figyelünk, amikor csak hallgatjuk, Urunk, mindazt, amit elkészítettél. Kérünk, add nekünk ma, hogy így járuljunk hozzád, és így menjünk majd haza. Így találjuk meg a mi életünkben azt a betöltekezést, amit te adtál. Köszönjük, Urunk, hogy kiderülhet az is, mennyire kevésnek látjuk mi azt az órát, amit elcsendesedünk, vagy azt a reggeli csendességet, hogy a világnak sokkal nagyobb problémái és gondjai vannak, és mindent ezen a világon hatalommal és fegyverrel oldanak meg, de köszönjük, hogy elég annyi, oda megyünk, és rád bízzuk, Urunk. Taníts meg erre bennünket minden nap, tudjuk letenni a mi terheinket, rád bízni,
és tudjunk úgy tovább menni, hogy lássuk az áldásokat. Köszönjük, Urunk, azokat az értékeket, amivel megajándékoztál eddig is bennünket, hát, hogy lássuk értéknek azokat a dolgokat, amelyeket egy-egy nap során megtapasztalunk, meglátunk, megértünk, és köszönjük, Urunk, hogy betöltöd be a mi életünket, te teszed azt értékessé. Szeretném a könyörögni a mi gyülekezetünkért, könyörögni, Urunk, szerte a világban minden keresztény gyülekezetért. Könyörgünk a Kárpátai Református Egyházért, Urunk, azokért, akik ma a Te nevedben együtt vannak, és a Te nevedet hívják segítségül. Könyörgünk, Urunk, az üldözött keresztényekért, hadd hogy lássák nálad biztonságban az ő életüket. Találják meg azt a helyet, ahol rád figyelnek, ahol Te teszed a csodákat és jeleket. És így könyörgünk, Urunk, a reformáció gyermekeiért, azokért a családokért, ahol nevelik őket. Eléved visszük, Urunk, ma mi országunkat. Lásd meg, Urunk, azt a kilátástalanságot, bizonytalanságot, amiben élünk. És mutasd meg, Urunk, hogy mindent javunkra tudsz fordítani. Azokat a dolgokat is, amelyeket ellenünk hoznak, hadd lássuk, hogy át tudod formálni arra, hogy a mi javunkra történjenek ezek. Könyörgünk, Urunk, bölcs vezetőkért, akik neked engednek, akik hasznos eszközök a te kezedben. És könyörgünk a mi nemzetünkért is, Urunk, lásd meg, és indítsd bűnbánatra, fordítsd önmagadhoz. Eléved visszük, Urunk, ma a betegeket, a sírókat, a gyászolókat, azokat, akik félelemben élnek és aggódásban, akik nélkülözésben vannak, testileg vagy lelkileg. Töltsd be az ő életüket, adj vigasztalást, reménységet számukra. És így könyörgünk, Urunk, a saját életünkért is. Így bízzuk rád, Urunk, ma mindazokat, akik körülöttünk vannak, akik felé forrássá kell válnunk, hadd lássák meg, Urunk, a te csodáidat, és hadd áldják a te szent nevedet. Kérünk a te áldozatodért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy mennyekben, szentelhessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk a védkeinket, éppen mi is megbocsátunk a szellemi védkezőket, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Az áldás vételére készülve énekeljük a szózatot. Thank you.
békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyeinket, hallgassuk meg hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai vasárnap a Rádai utcai kollégium megsegítésére, újjáépítésére tettük ki a perselyt, így adakozzunk erre a célra. Hirdetem továbbá, hogy hétfő este 6 órai kezdettel énekkari próbánk lesz, kedeste 6 órától bibliaórán, csütörtökön este 6 órától Isten tiszteletünk, és pénteken 6 órai kezdettel házi bibliaóránk lesz Tóth Jolán néninél. Záró énekünknek énekeljük a 436. dicséretünket. A 436. dicséretünk így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Családlátogatás is lesz, el ne felejtsük. Tehát szombaton még 7 körzet maradt. Taraszkozi András bácsival lenne szombat délelőtt az Isten, a családlátogatás, és szombat délután pedig ifjú Fodor Sándorral mennék az ő körzetében.